Na hát, szervusztok, skacok! Mario kartozás lesz a terv, ismételten a kormánnyal. Remélem, hogy jól lehet hallani, most is egyébként ezt a kis mikrofont használom, amit a nyakamban van, úgyhogy azért lehet más, azért lehet fura a hangom. Kalácska közben itt próbál ismerkedni. Kormánnyal és pedállal fogok játszani, ahogy azt a legutóbb is tettem, hatalmas feeling. Hatalmas feeling, így az egész. Let's go! Toljuk. Hát tudjátok, hogy hogy szoktam bemelegíteni. Nyomunk egy ilyen időmérőt. Lehet a multiba játszani? Hogy a fenébe? De még online multiba is lehet játszani. Mondjuk nem tudom elképzelni, milyen lehet a két fős ilyen osztott képernyős. Kőzem sincs. Szóval Time trial, és akkor lakító. Na, veled nyomjuk. Így van, ezek így teljesen jók. Azt mondja, hogy a mushroom cupot toltuk legutóbb. És már a star cupot is néztük. Amit nem néztünk, az a special cup. Ha van kedvem multizni, akkor már... Jó. Special cup, és ezt a cloud top akármit fogjuk megnézni. 150 cc az szerintem jó lesz. Múltkor rájöttünk, hogy ezek a cc-k mégis mi a fenét jelentenek. Szóló résszel fogunk kezdeni, mert E-Hunter a kontrolleres ellen játszanék, hogyha játszanék egyáltalán. Na nézzük. Hát... Igen. Az első körök azok sajnos... Azok ilyen bénák lesznek. Ne haragudjatok. Ismeretlen pálya, meg még a visszaszokás. Jó. Szerintem ezen a pályán még nem is játszottam eddig egyáltalán. Jó. Na majd nem fogok ilyen gyengéden bánni ezzel a kormánnyal egy pár perc múlva. Hoppá! Pokémont is kormánya fogom nyomni? Miért nyomnám kormánya? Az olyan lenne, mint hogyha dátszolzoznénk gitárral, nem? Loop. Ó, itt lehet ugratni. Nice! Ó, ez nagyon kacskaringós ez a pálya. Ez bemelegítésnek így nem van a legjobb. Na. Ó, szóval itt néha belecsap a villám ezekbe a gyorsítókba. De én pont így játszom bármelyik alkalommal. Az a helyzet, arra kell, hogy rájöjjek, mindig kell egy ilyen bemelegítő, egy pár kör. Ott kell egy fél óra után sikerült jól nyomni. Jó. Kellett volna már farolni. Most meg... Hát ez majdnem 3 perces ez a kör.
Hát így már 3 perces is. Na hát ezen mindenféleképpen javítanunk kell egy 20 másodpercet, de legalább. Új rekord! Na hát látjátok, ezért mondom, hogy ezen a pályán valószínűleg sose voltam. Persze, hogy feltartjuk. Megvettük az 1 éves Switch Online, szóval persze. Újra próba. Igen, ez a start, ez nem volt a legjobb. Faltól falig. Van. Nagyon kacskaringós ez a pálya. Na hát, 2 másodpercet sikerült faragni. Még nitró is van. Ezt el is felejtettem. Nem baj, nitró nélkül csináljuk. Hát, táncba. Szerencsére ennek a kormánynak nincsen a vészes ára, úgyhogy ha valaki ilyen, kicsiben meg akarja úszni ezt a kormányvásárlást, akkor a Mario Karthoz az így pont jó. Ezt nem tudom, hogy lehet jól bevenni. Van egy buszot behúzni, hát ez csak 13 másodperc lett. Te pro kontrollerrel vagy? Uh-huh. Az is nagyon jó amúgy. Csak mondom, hogy ez a Mario Kartos kormány, ez viszonylag az ilyen olcsóbb kategóriába tartozik. Na még egyet. Na, ez egy jó start volt most. Na, itt most 2 boostot is sikerült felvenni. Hát ezt, hogy itt hogy megyünk át full speeddel, ezt nem tudom.
Na, hát ez egy ütközés volt már csak. Azért ez egy jó próba így. Jó, megvan mindegyik boost. Ó, akár. Tizenkét másodperc. Hát ez két-három ütközés. Nem a legfényesebb. Lehet, hogy balra jobban adja, igen. Jó. 25 másodpercet sikerült faragni az elsőhöz képest, úgyhogy ez egy szuper teljesítmény. Az előzőhöz képest meg 11 másodpercet. Na jó. Ez kemény lesz, úgy érzem. Most pont ugyanezen a pályán mentem én is, előbb kezdtem, mint te, és később fejeztem. Hol lesz az? Mizu Connor. Na nem a Grand Prix-et akarjuk, azt hiszem. Vagy azt, de azt akarjuk. Hát, milyen CC? Mert a 150. High speed. Mert a 150. De amúgy a térje is, hogy mi a különbség. Hát elvileg 50 CC-t meg 100 CC-t már nyertem itt. Akkor mehet a 150. Hogy mi ott a különbség? Tehát, hogy... Mik vannak ott bal oldalt? Azt nem vágom. Tehát itt most mi az, amin lapozok, azt nem vágom. De most lapoztam egyet. 100 cc vele. Ja nem az, hanem hogy mi volt az, ami ott lapoztam jobb oldalt. Így van, special cup. Start, ennyi. Na várjál, akkor ez nem lesz jó. Mert hogy... Battle? Nem. VS Cup? Aha, VS Cup kell nekünk. Így van. Ez az, ami nekünk kell. Nincs team. Az itemeknél csak... A no items kell. Ezzel játszhatunk a hardok ellen. És sorba megyünk. Na, ez kell nekünk. Ez kellett nekem, srácok. Kicsit arrébb kell majd raknom a kormányt, hogy így középen legyen. Mint hogyha nem vettünk volna részt időmérőkön. Ó, basszus, rosszra fékeztem. De most nem ütköztem. Kezdő szerencséje.
Szavazgál, Rob. Igen, igen, mennek itt a halálos irambákok. Szarosan a nyomomba vannak amúgy a többiek. Hogy nézem a kis térképen. Ez nagyon rossz lett. Hú, hát egyetlen egy boostunk se lett. Most már akkor csak annyit kéne, hogy azt a kanyargós részt, azt drifttel vegyük be. Na basszus. Hú, ott pont lejárt az itt a villámás. A villámcsapás. Mekkora mászni. Tök jó. Megpróbálom gyorsan arrébb rakni a kormányt. Kényelmesebb legyen. Ugyanezt nyomod és első lettél? Nice! Köszi, köszi. Waluigi. Na. Oké, most már jó lesz. Középen van. Bone dry dűnék. Ezen már valószínűleg játszottam, de amúgy nem rémik egyáltalán. Na, második kör. Hát, ez egy béna start volt. Jó, lehet, hogy elsőnek nem kéne farolgatni. Nézd meg, fellöknek. Megyünk erre. Tudtátok, srácok, hogy ma van a pinap? Ha nem, akkor csak szólok. Jó,
Jó, rossz felé faroltunk. Hoppá, hát igen, itt nem erre akartam menni, se baj. A végén utolsók leszünk. Hát így a felső részleget meg se tudtuk közelíteni. Valaki mögöttem zörög nagyon. Hú. Jó. 30 pont. Tehát, hogyha hibázunk, akkor is még talán másodikak lehetünk. Nyomott párhuzamosan? Neutron. Hajrá, hajrá. Wow! A Bowser kastélya. Oké. Hát neki egy kicsit jobb volt a startja. Sajnos nem vagyunk elsők. Hú. Oké, első. Oké, első pozíció. Már 11 éve jelent meg a Diablo 3. De durva, sztiki. Jujj. Igen, ez fail. Szorosan a nyomunkban vannak. Aha, igen, HD-jel jelen játszunk. Szevasz, Kiyoshi sama. Hú, utolsó kör. Már ilyen rég volt, hogy megjelent a Diablo, de durva. A kiegészítő az mikor jelent meg? Mert akkor kezdődött igazán a móka, a Reaper of Souls. 14-ben vagy 15-ben?
durva ez a pálya. Jézus, már itt ilyen gyorsan lehet fordulni. Miért találták ki ezt az újfajta kupak rögzítést, ami a nyakplakonokon, én nem vágom. Értelmét nem sokat látom. Jó, hé. Elvittelek, hogy ne dobálja meg, hagyja el mindenki. Ja, értem. Akkor ilyen gyerekzárások ezek a kupakok? Értem. Hát így már értem, hogy miért rögzítették rá a kupakot. Az igen, hogy nyomja. Tesó. Ezek, hogy az üveggel együtt legyen újra hasznosítva. Mert amúgy mi történik a kupakokkal, értem? Tehát, hogy így... Én mindig visszarakom az üvegre a kupakot. Tehát, hogy így... Mi történik egyébként fel ez? És nem igazán vágom. Sokan elhagyják, eldobják. Ne! 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 Még el is veszett a szemetesbe. Nem tudom. Én amikor így végzek vele és így összenyomom az üveget, visszacsavarom rá a tetejét. Szóval, hogy így nem tudom. Meg annó egy időben így gyűjtöttük Adri anyukájának ilyen jótékony célra, mert hogy ő leadta ilyen gyerekeknek, vagy ki, mit tudom én. Hát szerencsére még így is győztünk, hogy harmadikak lettünk, persze nem ez volt a cél. Ötvennegyedik lettél? Mert hogy 54 pontod lett, nekem csak 55. Lehetett volna szebb is. Gyerekeknek adják a befolyt összeget. Ja, akkor valami olyasmi. Igen, igen. Azt tudom, hogy gyűjtöttük egy időben a kupakokat. Oda néz! Na jó, hát ezt ki kell próbálni. Mert a 150-es most csak keményen a tojáskupa. Szép jó reggelt, srácok! Sziasztok! Sziasztok! Diablo 3-ban kiszedtem már az Ancient Puzzleringet? Az ki? Viszont a Prime Ancient Puzzleringet nem. Állítólag ott ér véget minden, hogyha az meg lesz. Jagyod ezt? Jól van, Neutron. Ó, ez egy rossz start lett. Bár még így is jobb, mint a legtöbb. Ledudáltak. Ne dudáljál!
Hűha! Ja, hát így biztos, hogy rángatni kell, meg hát most CC-be feljebb is mentünk, úgyhogy ez még keményebb lesz. Jó, hát itt meg ugye csak végig kéne mennünk. Ezt nem tudom ledriftálni. Na, hát harmadik. Nem is vagyunk annyira lemaradva. Jó. Még csak így átmegyünk. Jó, nem, úgy néz ki, hogy nem ez volt a megoldás. Hogy ott hogy lehet ilyen gyorsan átmenni, azt nem vágom. Ez egy elég kemény pálya. Ebből a szempontból. Ne dubálj. Nem történt semmi. Hoppá! Beúsztuk az elsőjét. Így nem tudom, hogy itt hogy kell jól átmenni. Wow! Oké. Jobbában én már Primal Ancient Puzzlinget is láttam, mondom, mikor sokat toltam. De az ugyanolyan Ancient Vault-ot nyit, mint a sima. Ja, persze! Persze. Hú. Na hát örülök, hogy ez a legnehezebb pálya a 150 cc-vel is megvett most. Legalábbis a per pill a legnehezebb számomra. Na itt sokat kell ugratni. Szia, Royalty! Aha, tehát középen kell menni. Jaj, ne, csak ez! És még ugratni se tudtunk. Jó, ne, lögdösödjél! Jó. No, hát ezt már megint megszívtam. Na, de most legalább tudtunk ugratni. Belenitróztam, úgyhogy talán nem érződött annyira. Eszi nem? Ó, hogy itt a végén is lehet ugratni. Ne, kiadtunk egy ugratást.
No! Jó, jó vagyunk. Itt lehet gyakorolni, hogyha nyomod a felfelé vagy lefelé a ravasznál, különböző mozdulatokat csinál. Igen? Na, azt nem próbáltam, de ez amúgy tényleg jó az a pálya, itt ugrálni kell kb. Ennyi. Dragon Driftway. Bibű, azt mondtam. Az igen. Hogy nyomják? Micsoda Kung Fu Panda zene megy itt, kérem szépen. Aha, itt is lehet ugratni, oké. Okay. Tehát a Diablo 3-ról beszélnek, nem utolni. Tudja mondani, mert már nem emlékszem, hogy a coin az mit csinál? Mit növel? Valamit növel a coin. Hát ha van köztetek most ilyen Mario Kart szakértő. Ha összegyűjtesz 10-et, akkor a végsebességet növeli, ha. Hát akkor az kell. Na hát ennek is örülök, hogy ez is meglett. Ja, a Maxról jó oldal. Ha itt beszéltek itt a Diablóról, még a végén ma is diablózunk. De nem szabad. Hogy itt még lehetett volna gyorsít. Jézusom, hát ezek nagyon lehagytak. Hát igen, most itt az a gond, hogy nem rángatom eléggé. Pedig kéne.
Nem, nincs Let's Go. Ezt a kanyát, ezt nagyon rosszul veszem be. Az AI sokkal jobban csinálja. Ó, nagyon intenz már a muzsika. Ez már a világbajnokság. Akkor mindenki gyorsan beszéljen a Witcherről, hát ha az lesz végül. Tessék, még egy trófea, srácok. Mert még egy ilyen VS battle. Baby Mario-val. Ez azt jelenti, hogy no, ja, az, hogy még nincs meg. Tehát, hogy az ott a rand, mint hogy a bármi lehet. Azt hittem, hogy lehet menni randommal is. Azt, hogy megnéztem volna. Olyan jó járgányaink vannak. Tessék, Koopa Clown. Jó, maradunk a 150-nél, és akkor Crossing Camp. Szia, szív! Üdvít mindenkinek! Most majd lehet az új kocsira fogni. Ú, de jó hangja van ennek a járgánynak. Jó, ez a pálya, ez már ismerős legalább. És itt 7 kört kell menni? Oké. Okay. Köszi szépen a 46 hónapot! Peregenek srácok a szvegek Filinek.
Ő még itt az ötödik körből van. Nézd meg, utolsó pillanatban beelőzött a szemétje. A szemétje. Két ember pergeti Willynek, és abból az egyik saját maga, szegény Willy. Pedig még azok is tudják pergetni, akik nem feliratkozók, srácok. Megnyomni ezt a gombot. Ezzel jobban kéne haladnunk. Azt hittem, hogy meg lesz. Jó, most már megvan. Hogy ugat a bomba? Hojjé! Megszoktam már a kormányt? Aha, de még így is kell egy... Hát egy... 20-30 perc, míg visszarázódok. Mennyire kellene egy switch-a elszállítani? Nagyon jó. Olyan jó, olyan klassz játékok vannak rá. De amúgy megy olyan jól, hanem jobban már, mint kontrollerem. Mivel nem tudtam dönteni, így nem szerepeltünk a legjobban. Ketten előttünk vannak. Negyedikek vagyunk. Szörnyű.
fight, későn nyomtok meg. Bakker, ne! Mekkora fail már. Megyünk balra. A jobbra utaz, jobb. Megtoltak. Második, jó. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy itthon miért nem lett akkor a sikere a Switchnek, mint mondjuk bárhol máshol a világon. Hát a marketing. Kérdez igazi. Most játszottam még a YS8-at. Az YS sorozat nem annyira ismert Magyarországon, de eléggé dobogos lett nálam. A világ legjobb RPG játéka. Hát igen. Én arról nem hallottam. Arról nem hallottam. Most sem majd a Bayonetta Originsnek valamilyen. Annak adtam, hogy játszok vele, de mégse inkább. Nem érzem annyira nekem valónak. Mondjuk lehet, csak ki kell próbálni. Micsoda Animal Crossing-os pályán eddig ezt nem is figyeltem. Micsoda vakon. Na már 4 coinunk van. Júj, de rossz volt ez. Jó, ezt tartanunk kéne valahogy. Micsoda! No. Második hely. Szerintem nem értem, hogy padlógázzal megyek és a bot elhúz mellettem az, hogy... driftálnak. Driftálnak. Micsoda! Micsoda muzsikát kaptunk, mert nem lettünk elsők. Basszus. Amúgy, srácok, mire jól gyűjtem a coint? Az előbb
valószínűleg elolvashattam volna. Jó, most a Baby Luigi jön. Az igen. Micsoda járgány, de maradunk a Koopa Clownnál. Maradunk a 150 cc-nél. Ja, menüverdát nyitottunk. És most megy a Shell Cup. Mumu Meadow. Mumu Meadow. Most azt írja, hogy összejött 60 coin, ami miatt feloldottunk új autót. Ó. Oh. Számolja aztán a coin-t és úgy jön neked új autó alkatrészeket. Aha. Kacskaringós ez a pálya. Hát, de jó lehet volna itt egyet ugratni. Hát, tehát, hogy itt is lehetett volna, francba. Csillesen csak így végigurulunk itt. Kivéve ezen a részen, ezen a szakaszon. Ez a játék legkönnyebb mapja? Ja, hát azt... érzem. No! Ja, hát azt érzem, de azért neki megyek a tehenek meg. Jó, hát ezért itt megyünk. Ezen a szakaszon. Wow! Szia, Nicike! Mondta, hogy Luigi, Luigi! Lába pedálon. Az igen, valaki ide motrot hozott. Nem jut eszembe annak a motoros játéknak a neve, amit így nyomtam tavaly, de az brutál jó volt. Ez brutál mód élveztem. Kérdés meddig, ugye? Ó,
Ja, hogy ott van egy gyorsító, aha. Az igen. Gumit cserélt, vagy mi történt? A Peach-el. Szerviz útra ment. Cheap Cheap Beach. És ahogy látom, ez egy DSS pálya. Hú, azt hittem, hogy... Későn indultam. Beelőztek. Hogy volt Mersze? Szóval itt is a szélárnyék, aha. Lazán megy ott amúgy. Olyan lazán beelőznek. Kell a szélárnyékba. Pedálos a kormány ehhez, az mit jelent? Nem tudom, mit jelent az, hogy pedálos a kormány. Luigi! Luigi! Hogy van pedál is, vagy csak kormány. Van pedál, persze. Nyugodtan belinkelhetitek, srácok, Neutron Star-nak, amikor kibontom ezt a csomagot. Final race. Aha, igen, látom, hogy itt fel kell mennünk. Az be kellett volna játszani ott.
Ez egy illegális verseny a GTA-ból. De jó lett volna azt megfogni. Ott azon akarok ugratni. Nem engedi! De hát... Belenyúltak srácok az irányításba. Na most! Mit csinál? Júj! Jó. Nagyon közelítenek mögöttünk. Szia, Debulom! Aranyel trófea. Ja, láttam. 900 coinból újabb jármű darabokat oldottunk fel. Na, mehet még VS rész. Baby Peach-el. 2 Cruiser. Farka van az autónak. Megyünk ezzel a paving-el, kipróbáljuk, hogy milyen. Maradhat a 150, és mehet a banán kupa. Üdvözlöm mindenkinek, srácok. Ez nem néz ki jól. Mármint, hogy így nem a pálya, hanem az, hogy ilyen akadályok vannak. Na azt a milyen hangja van a járgánynak. Ó, bakker! Azt hiszem, hogy ott alatta volt egy coin. És ha alatt átmegyünk, az plusz egy coin, de menő. De menő. Na, hát ezzel driftelni nagyon más, azt remélem láttátok. Nem érte meg. Hát ez sokkal másabban veszi a kanyarokat. Mondjuk igaz, homokban amúgy sincs, úgyhogy lehet, hogy a pálya a hibás.
ezt lehet el kell engedni. Ötödikek vagyunk! No, más helyem. Szia, Renta! De szuper! Na, kíváncsi leszek ezen a következő pályán, hogy itt milyen lesz majd a driftelés. Nem, ez a kocsi, ezzel a kocsival ilyen a driftelés. Na, nagyon furi. Hát, nem tudom. Ezzel a kocsival nagyon nem kényelmes a driftelés. Vagy itt nem a boostra kell amúgy játszani. És akkor már is jók vagyunk, hogyha nem a boostra játszunk. Két poénom van második körben? Szia, Astro! Hoppá! Megtaláltam a durát közben. Szigorúan kerülöm a koinokat, támadni akarnak. Szia, Tico. Üdv mindenkinek, srácok. Nintendo 64-es Royal Raceway. Pedig azért ők is elég komoly kocsival nyomják. Na, remélem most büszkék vagytok rám, mert vettem fel 2 coint is. Hey! Igen, a coin arra jó, hogyha 10-et összeszedek, akkor a végsebességem megnő.
nézd meg. Persze, hasznos, akkor én csak nem emlékeztem már, hogy mire, mire jó. Nyúj. Sikerült egy jót ugratni. Második! Ja, azt hittem, ez az utolsó kör. Szia, Nomuzi. Mizus. Nagyon huligánok, srácok, ezek az autósok itt most. Harmadik vagy második hely? Mm. 3DS-es pálya, DK Jungle. Nemrég kaptam egy Challenger Diablo-ba, ami a Thornzós Crusader átka, majdnem 30 perc volt megcsinálni. Na, mi volt az, Ledrog? Ez szomorú. Túl hamar léptem a gázra. Cuki a rózsaszín cújm, direkt neked választottam a strón. Tudtam, hogy tetszeni fog. Gyors ellenfelek, amik menekülnek előled, és amikor már majdnem sikerülne megölnöd, akkor elássa magát és elmenekül. Ja, emlékszem azokra, aha. Jó. Milyen kényelmes basszus egy kézzel kormányozni. Ha nem kéne néha ugratnunk. Akkor mennék egy versenyt, ahol egy kézzel kormányzok. Ne rögtös már, haver! Valaki mekkorát ugratott? Ő tud valami sarkát valamiről, én nem.
Basszus, negyedik hely. Ez itt már a vég. Az igen! Most látom, milyen shortcutokat nyomnak. Negyedik hely, hagyjuk már! Jesus! Na hát harmadikak se voltunk még sose. Hát igen, ennyit jelent, hogy nem tudunk boostolni, ugye? Ezt most lenyomjuk még egyszer, normális kocsival. Na, Baby Daisy-vel fogunk játszani, aki azt mondja, hihi. Menjünk az alapjárgánnyal. Igen, 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 ugyanezt szeretném. Na nézzük, srácok! Hát ez a start, ez béna volt. Nem tudok ezzel a fegyveres mondani egyszerűen. Na, mert nyomhatunk olyat. Na hát most tudnék drifteni, de nem teszem. Úristen, valaki másnak a streamjét nézem, milyen tett 10 coinnal van az első körben. Jó, ettől függetlenül itt nem lehet driftelni. De lehet. Jól van. Ennyi volt a 10 coin. Jó, felvesszük a coinokat. Jó, megvan a 10 coin. Na itt jókat kéne ugratnunk. Ja, hát itt nem. Itt ez nem megy. Csak a kocsi se volt jó, illetve a pálya se volt jó a driftelésre. Nem sikerült ugratnom. Akkor menj játszom. Nem, csak így mozgatom a kezem, mert mozgás hiányom van. Amúgy igen, persze. Kormányon és pedállal nyomom. Ja, hogy az a fegyveres mód hiányzik neked, hogy ízéje legyenek itemek. Na, azt nem. Viszont ilyen battle-öket nyomok, amik nem ilyen részek, hanem battle-ök.
Nem akar adni a Mystic Socketet? A gonosz. Hello. Sokkal kisebb éveken kell nyomni. Nintendo 64 Royal Raceway. Persze a motorosok milyen korán indulnak. Második. Itt is amúgy driftálnunk kellett volna. Lehet ugratni, aha. Szevasz, Melanie! Szevasztok, srácok! Béna farolás volt. Köszönöm közben, mennyire vagyunk elől. Oké, okay, jók vagyunk.
következő pályán meg lesz-e a győzelem? Ez itt a kérdés. Hajrá, hajrá, srácok! A következő pálya pedig, ami most fog következni. Hajrá, hajrá, srácok! Oké, jó start! Csak ugrani kell a gyökérem, nem jött össze. No! Még dobogós, már nem dobogós. Hát, még a Brackensnek is neki mentünk. Sikerült megcsinálnunk a shortcutot. Adjuk már valakit, ilyen full csalásokat nyomat. De full csalásokat csak én nyomathatok. Coin. Nagyon a hátsóban vannak, be is előztek. Na, azért jó izgalmas lett. Azért jó izgalmas lett. 7 ember rakott az igenre, 2 pedig a nemre. És a győztes az igen. Jó, valaki 70 ezeret is felpakolt. Pont lemaradtam, hogy ki mennyit bukott. Csak a győzteseket látom, de nekik G a G-hez. 950 coin. Na mindjárt indítom az új mérkőzést. Azt mondja, hogy Baby Rosalina. Na jó. Jó lesz ez. Ez olyan, mint az alapja. Ez mehet. Leaf Cup, Wario Stadium, Sherbert Land, Melody Motorway és Yoshi Valley. 25 000-es reward Discord belet, mit akar pontosan?
Nem írja, hogyha rányomsz. Teljes körű hozzámférés a közösségi Discord szerverhez 2023 év végéig. Amit egyébként a Discord nitrósok, a Patreon támogatók, illetve a Twitch-es feliratkozók, azok így egyébként is teljes körű hozzáférést kapnak a Discord szerverhez. Akinek az előbb felsorolt háromból nincs valamelyik, azoknak hasznos a Discord bérlet. Azt hittem valami extra tartom? Hát ez extra tartom. Discord nincs mindenkinek. Délutánonként lehet jönni, dumálni, amíg a partiszobákban vagyok, akár velem, akár a többiekkel. Beleléptünk a kóla lébe. Kicsit nem látom át, hogy hol vagyok. Hú, de jól néz ki. Nagyon tetszik ez a parasút. No! Kóla lé! Az gond. Hogy nem így kell végigmenni, így most már harmadjára is. Arra kell rájönnöm. A naptárfotók azok messzelenek, de kalácska van rajta. Na, ahogy látom, sikerült eldöntetek, hogy a következő pályán meg lesz a győzelem. Igen, nem, tehát konkrétan három ember rakott az igenre, 8000-et, nulla pedig a nemre. Azt hiszem ez gyorsan eldölt. Ha ez persze az előző körre vonatkozom. Jaj, de egy kis séles pálya. Még itt koriznak is. A sájgályok. De persze lehet, hogy rosszul gondolom, nem tudom, mire vonatkozott az előrejelzés következő pályája. Ja, ez nem ad boostot. Jézusom, srácok! 5. hely. Hát remélem az előrejelzés nem erre vonatkozott, mert akkor itt most valószínűleg akik fogadtak, azok nem boldogok.
Hey, de miért jött nekem a Shy Guy? Csaló. Szövetkezett az első helyen levő Shy Guy-ja. Nulla coin. Na ez már az a E-Hunter, akit ti szerettek nézni. De már! Shit! Jó, hát ez... Jó, legalább a dobogós. Ja, ez nem a végső kör? Jó. Akkor itt még lehet javítani. Jézus, atya úristen! Shy Guy-ok támadása. Mi első hely? Kamu. Mi ilyen coinokat vesz fel a kamu? Hagyjuk, mert szélárnyékba felhozta magát, csaló mindenit. Tegnap rájöttem egy nagyon jó hasonlatra. Streamen megkérdezni, hogy miről maradtam le, olyan, mint hogyha később jönnél, vagy kimennél egy fél órás vészészünetre a kocsmába a haveroktól, és megkérdezed, hogy mi történt eddig. Hát, nem tudom, melyik volt az előző Astro. Azt tudom, hogy most nem nyertem. Juppi! Tízbolygos. Hát, én is a memóriám, Astro. Az... Hát... Hagyjuk már! Csalás! Meg xiloponozzuk. Az én aranyhal memóriámmal még arra se lehet számítani, hogy mi történt az elmúlt 5 másodpercben. Felteszek egy kérdést, válaszoltok rá, úgyhogy igen, vagy hogy nem, és akkor a következő fél percben azon gondolkodom, hogy vajon mire mondtátok azt, hogy igen, vagy azt, hogy nem. És hogyha ez így történik, valahogy megkérdezem, hogy amúgy mire válaszoltatok. Júj! Hey! Hagyjuk már! Nem! Hopp! Első hely. Gyönyörű volt. De hát rám nyúltak! Ez túl vad volt. Valaki már itt jön mögöttem a fűnyírójával, azt hitte, hogy behúzza az elsőjét. Hú.
Yoshi Valley a Nintendo 64-es pálya. Let's go! Jó, jókor tapostam rá. Bár ez a sárgája valószínűleg még jobbkor. Hogy elhúzott előlem. Értem. Most nem tudom amúgy, jó helyem. Ötödik! Hatodik! Mert olyan érzésem volt, mint hogyha tök jót mennék. Ez kiderül, hogy bénák vagyunk. Mert értem, hogy miért nem ment arra a Shy Guy. Nyomod a fűnyíróval. Fordok, megint nem jó fele megyek amúgy. Mik ezek a zubatok itt? Veszélyes előrejelzést hozott nekünk Astro. Sikerül-e összeszedni a következő pályán a 10 coint? Bár eddig fél perce senki nem nyomott semmire, úgyhogy lehet, hogy nem érdekli az embereket az előrejelzés, vagy nem tudom. Na, egy ember. Egy ember egy perc alatt. Kettő ember, új. Hát igen, a 10 coin összeszedése nehezebb, mint a győzelem, igen. Két ember nyomja az előrejelzést. Wow! A 140-ből 7. Nyugalom. Mindjárt váltunk játékot. 1000 coin! Na hát, ez már 11 néző. Na, Metal Mario. Jaja, megyünk még egy... Azt a rohadt! Bone Rattler. Wow. 3 kerekű? Aha. Wow. Na, let's go. Lightning Cup. Na, 13 ember. Yeah! Tic-tac-clack! Ez a mókás pálya.
hogy lett már 5 coinom? Wow! Nyomod! Szevasz, Misi! Ó, hogy ott fönt is lehet menni, aha. Watch wind. Utolsó körben, hogy begyorsul a muzsika. Ahogy Léto is mondja, igen. Szevasz, ja, jó. GG mindenkinek. GG, srácok. Aki arra tippelt, hogy meg lesz a 10 coin. Oh yeah! Piranha Plant Pipe Way. Oh yeah! Még jobb is, hogy itt nem a izére fogadtunk, meg lesz a győzelem. Öt ember szavazott az igenre. Hagyjuk már! Szegény asztó. Itt nyomja az előrejelzéseken. Nagyon csírbe vagytok, srácok. Oh yeah! Na végre! Na, már 120 000 pont van a túlva, mi történt? Valaki nagyon megvadult. Hát rám kapta.
Felszedték előttem az utolsót. Grumble Volcano. Látom a neved előtt az egyes létó, úgyhogy valami történt. Én nagyon büszke voltam, amikor ezt a pályát sikerült először megfognom. Na, itt jobbra kellett volna mennem. Nincs másik moderátor, aki tudna Astrónak segíteni a lezárásban. Ja, csak 9 coinom lett. Jó, most jó, most a jó, most a jó, most a jó. Utolsó srácok. Jó ég. Miért állunk meg néha így? Nagyon rossz. Jó. Hú. 3 ponttal Baby Mario előtt vagyunk, Metal Mario-ként. De tudom mindenkinek, srácok, akik a nemre tippeltek. Konkrétan az az egy ember, aki, ja jó, elnyerte mindenki más pontját, most nézem. Most nézem. Ja, jó, most nagyot szakított. Final race. Hagyjuk már, Baby Mario hogy nyomja neki. Ezek ilyen boostos zónák, aha. Aha. Csak a boost. Hú, de szépen kikerültek a coinokat. Ezt szinte már tanítani kéne. Ez a coin is csak azért lett meg, mert konkrétan rám dobták. Negyedik! Szánalmas.
De Baby Mario miért csal? Lehet tudni. Nem, ez az utca versenyünk. Na, nem jó. Bihi! Hány coin-t vagy ki? Hú, ez nagyon sok. Az nagyon sok. Hú, oda. Oda tettük azért magunkat. Egy újabb aranytrófám. De nem kaptunk semmit, ahogy látom. Ja. Arra leszek kíváncsi, hogy meddig mentünk. Na. A Special Cup-pal kezdtünk, nyomtunk Egg Cup-ot, Crossing Cup-ot, Shell Cup-ot, Banana Cup-ot és Leaf Cup-ot. És még Lightning Cup-ot is nyomtunk. Ja. Már csak amúgy ezeket kéne megnézni. Csak ugye ez kellenek az Expansion passzok. De hamarosan jön a, egyébként a Feather Cup. Meg is nézem egyébként, hogy az mikor lesz. Lehet, hogy amúgy ezeket a Expansion-öket is meg kéne néznünk. Múltkor felírtam amúgy ezeket. Hogy mikor jönnek a bővülések. Na, a Week 1 jött március 18-án, a Week 2 augusztus 4-én, a Week 3 december 7-én és március 9-én. Aha, tehát akkor most már a Wave 4 van. A Wave 4 van. 1, 2, 3, igen, ez az 1, 2, 3, hát ez az 1. 2, 3, és akkor ez a 4. Ja, ez az Amsterdam Drift, meg ez a Riverside Park, Yoshi Island. Ez a kettő jött most március 9-én. És akkor gondolom a következő az... Nézzük csak. Az meg valószínűleg ilyen június-július környékén fog jönni. Ha tippelnem kéne persze. És akkor ilyen szeptember-október pedig ez az Anchor és Spiny Cup. Elgondolkodtató, hogy ezeket nézzük majd meg legközelebb. Na hát srácok, remélem, hogy élveztétek a Máriózást, én abszolút, nagyon jó volt megint kormányozni. Mondom, azt kéne majd még megnéznem, hogy ezt a kormányt tudom-e másra is használni a Mario Karton kívül. Természetesen autós játékra és nem csak Switchhez. Nagyon élveztem, jó volt, király volt, és hát természetesen még folytatjuk.